Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem alapításának 385. évfordulója tiszteletére tartandó közgyűlés alkalmából az egyetem szenátusa nevében mindenekelőtt nagy tisztelettel köszöntöm tiszteletbeli doktorjelöltjeinket, akik kivételesen otthonukból követik figyelemmel az ünnepséget. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem az állam és jogtudományi kar előterjesztése alapján egyhangú lelkesedéssel úgy határozott, hogy Armin von Bogdandy urat, a Goethe Universität Frankfurt am Main professzorát, egyetemünk tiszteletbeli doktorává és professzorává avatja. Since 2004, Hungary and Germany are common members of the European Union. Our peoples have decided to forge an ever closer union. We became one society. So says Article 2 of that treaty explicitly. And it is not just any society, but it is one which is formed by supreme values, such as democracy, rule of law, pluralism, tolerance, and solidarity. It needs much legal imagination to advance a European society that lives up evermore to these standards, while protecting national identity and the diversity of our peoples. In this daunting but exhilarating task, my institution and the law faculty of Eötvös Loránd University have forged a strong and fruitful cooperation. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem a pedagógiai és pszichológiai kar előterjesztése alapján egyhangú lelkesedésre úgy határozott, hogy Wim van den Brink urat, a University of Amsterdam professzor emeritusát egyetemünk tiszteletbeli doktorává és professzorává avatja. Together with the work of others, our scientific work in the field of addiction has shown that addiction is not a moral weakness, but a treatable brain disorder with a combined biopsychosocial etiology. We have again, together with others, also shown that new treatments are possible for patients with different addictions and different stages of the disease. This has created hope and has further diminished stigma, although a lot still needs to be done in that respect. During my career, I have also learned how important and enriching it is to work interdisciplinary with researchers and therapists with different backgrounds and different types of expertise. In this respect, the long-term collaboration between a medic like me and a psychologist like Zsolt Dmitrovics is exemplary. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem a Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai kar előterjesztése alapján egyhangú lelkesedéssel úgy határozott, hogy Cséphalvai Zsolt urat, a Pozsonyi Comenius Egyetem professzorát, egyetemünk tiszteletbeli doktorává és professzorává avatja. Talán a véletlen műve, de minden esetre számomra nagyon szimbolikus az, hogy épp ma, október 16-án, a Nyelvfejlődési Zavar Világnapján avat az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem díszdoktorá egy logopédust. A mindennapi munkám, a kutatásom végső célja az agysérült betegek életminőségének javítása. Ebben a klinikai munkámmal közvetlenül is tevékenyen részt tudok venni, közvetve pedig a kutatással tudom hatékonyan támogatni azokat, akik agyi megbetegedések következtében elvesztették a beszédképességüket. Kisebbségi magyarként is mélyen át tudom érezni a megértő, toleráns, befogadó és a segítő közösség nagy fontosságát. Mi, a Budapesti Eötvös Loránd Tudomány Egyetem rektora és szenátusa, önt, Mari Vík-Ozuf Marinyi asszonyt, a történelemtudományok tiszteletbeli doktorává és professzorává fogadjuk. When I first came to teach in Budapest, I was struck by the high level of the students of the Atelier department and by their wide knowledge of the French historiographical tradition in history. They were perfectly familiar with the French school of the Annales and with the main currents of the historical discipline. We were able to engage in high theme of cities, but also on the theme of nation and territory construction. I met professors Benda Jula,
and Gernestoy Gyorgy, whose commitment to Franco-Hungarian cooperation was intense and whose French culture was absolutely outstanding. From those years, late 1990s, I collaborate regularly every year with the Atelier team, not only for teaching, but also for research. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai kar előterjesztése alapján egyhangú lelkesedéssel úgy határozott, hogy Simon Thompson professzor urat, a University of Kent professzorát egyetemünk tiszteletbeli doktorává és professzorává avatja. Dr. Zoltán Horváth's Programming Researches Group in the Department of Informatics at Eötvös Loránd University are leading researchers into software refactoring. That is the process of improving software design and resilience without changing its function. Changing the how without changing the what, if you like. My group at Kent also works in this field, and our work overlaps on refactoring Erlang, a language developed by Ericsson to support large-scale systems, originally for telecoms, but now used more broadly, for example, in WhatsApp. Friendly rivalry worked to spur us both on, and our work together has broadened and deepened over the years. Köszönöm Thompson professzor úr szavait. A díszdoktoravatási ünnepét ezennel bezárom.